Mendik véled idegenbe, idegen főt közepibe. A nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnázium diákjai adták az emlékező műsort a városházi eseményen, amihez hasonlót elvileg minden iskolában tartanak. Az országgyűlés ugyanis 2000-ben határozatot hozott arról, hogy február 25-én legyen a kommunizmus áldozatainak emléknapja az oktatási intézményekben, emlékezve arra, hogy 1947-ben e napon hurcolták el Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a kommunistákkal szembeni kiállása miatt. 8 évet töltött a Szovjetunióban a hírhedt gulágon, de nem ő volt az első, és nem is az utolsó áldozata a vörös terrornak. Világszerte óriási számról beszélhetünk, fogalmazott emlékező beszédében dr. Ulrich Attila alpolgármester. Az áldozatok számát a történészek 100 millió emberre teszik, én azt gondolom, hogy ez megfoghatatlan. Megfogható viszont az a kár, amelyet okoztak a családoknak, az egyéneknek, azzal a fenyegetettség érzéssel, amit Magyarországon a Rákosi érában vagy a Rákosi éra után kézzel foghatóvá vált, amikor az ember nem mehetett tovább tanulni szabadon egyetemre, nem csinálhatta azt, amit akart, hanem belekényszerítették egy olyan élethelyzetbe, amelyet ő saját maga nem választott. Az önkormányzat 10. alkalommal hirdette meg az emléknap alkalmából szabadon választott műfajban az irodalmi pályázatát. Ezúttal 9 középiskolából 23 pályamű érkezett, köztük 7 novella és 6 vers. Óvatos hátrálásba kezdtek, hogy elérjék a ház biztonságot nyújtó déli oldalát. A lábam, eltaláltak, jaj, nagyon fáj! Mindannyian a hang felé fordultak. A jajveszékelő pár méterre tőlük éppen a tűzvonalban feküdt a földön, kezét a combjára szorítva. Ez egy részlet az első díjat érő alkotásból, mely Szilágyi Fanni Petra, a Kölcsey gimnázium diákja nevéhez fűződik. A második helyen a Vasvári gimnázium párosa, Bojdi Viktória Csilla és Mészáros Nóra végzett, a harmadika szintén Kölcsey is, Haraszti Patrícia lett. A győztes azt mondta, sok segítséget kapott a tanára dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna mellett édesanyjától és nagyszüleitől is. Utóbbiak előtt szeretne tisztelegni alkotásával. Igazából ez egy kitalált mű, viszont a szereplők ugye diákok, mert szerettem volna, hogyha egy kicsit az én korosztályomhoz közelebbi emberekről van szó. Hogy ők hogy látják ezt az egészet? Hogyan élik át? A rendezvény sorozat kora délután a Virág utcán folytatódott Toma András 10 évvel ezelőtt leleplezett emléktáblájánál. Az utolsó volt magyar hadifogolyra, aki idén lenne 95 éves, dallal, és egy a magyar gulágon Recsken évekig szenvedő költő, Faludi György által írott verssel emlékeztek a Kölcsey gimnázium diákjai. Szerelem, szépség, szabad élet, álomnak még jó. A megemlékezés sorozat lapzártánk után a Szarvas utcai Volt pártháznál felállított kommunizmus áldozatainak emlékműve előtt zárult. Erről holnapi kiadásunkban számolunk be részletesen.